A 60 férőhelyes barátságmozi Székesfehérvár egyetlen hagyományos filmszínháza. Hagyományos vetítőgép, valamint Blu-ray és DVD lejátszási lehetőség is van. A Magyar Művészeti Akadémiának és a Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően pedig visszarepítenek bennünket a múltba. Olyan magyar filmek kerültek ebben az évben palettára, mint az Ének a búzamezőkről, a Szimbád vagy épp a Mocskajáték. Mint az intézmény munkatársai mondják, bár jóval olcsóbbak a jegy és bérletáraik, nem könnyű felvenni a versenyt a multiplexekkel. Hűséges nézőkből áll főként a nézőközönségünk. Nehezebb sokkal évről évre a multiplexekkel, multiplexek mellett üzemelnünk, hiszen egyre jobban a technika, tehát digitális filmvetítésekről beszélünk most már, és hát ezeknek több millió forint a beszerzése ezeknek a technikai korszerűsítésnek, és hát ezzel a mozi ugye egy ilyen kisebb vidéki mozi nehezen tudja felvenni a versenyt, ráadásul a forgalmazók eléggé a multiplexeknek adják elsősorban a vetítési jogokat. Az önkormányzat teljes messzélességgel támogatja az intézmény programjait. Ha esetleg hosszú távon a Klebersberg tankerület megtalálná ebben az épületben a maga helyét, akkor én el tudnám azt is képzelni, hogy a gyerekeink szervezett módon délután is jöjjenek, mint hogy ez már az emlékévben is megmutatkozik. Gondoljunk csak arra, hogy milyen nagy lehetőség ez például, mondjuk éppen Deák Péter jut eszembe, akinek szintén van egy filmje több mindenki között a régi bazilikáról, ami ma nem látható, és nagyon jó lenne, és nagyon fontos lenne, nagyon hasznos lenne, hogyha gyerekeink ezt például itt ilyen körülmények között megtekinthetnék. A Barátságmoziban egyébként folytatódnak a filmvetítéssel egybekötött beszélgetős esték. Február 14-én például az Ideális párkapcsolat titkáról tartanak előadást. Aki pedig bérletet szeretne váltani a filmvetítésekre, a Fejér megyei művelődési központban hétköznapokon 9 és 15 óra között megteheti.